Ha erre a videóra kattintottál, feltehetőleg érdekel, hogy hogy lehet ilyen creamy b-rollt csinálni, azaz olyan átmeneteket egyik klipből a másikba, ami észre sem vehető és teljesen magával ragadja a nézőt. Ma pontosan erről lesz szó, bemutatok plugineket, tervezéseket, mindent, de először néhány példa jön, és az intro, kezdjük el! Hogy tetszettek? Kérlek, írd meg kommentbe, hogy melyik volt a kedvenced, vagy hogyha bármilyen kérdésed van, de most vágjunk bele a titkos projektbe, amit még nem osztottam meg, és hogy mit, hogy találtam ki. Nos, kezdjük egy olyan átmenettel, ahol az első klippen állványon vagyunk, és a még nem látható szereplő lesz a mi foregroundon, tehát vele fogjuk az átmenetet megcsinálni, és a következőben ugyanőt láthatjuk. Hogyha megnézzük, akkor egy statikus képből, ahogy ő átmegy, és elhomályosítja, elsötéti a képet, onnan tudunk átmenni, és avval a mozgással, ahogy ő jött balról jobbra, úgy visszük át konkrétan a kézbe, ami egy ugyanolyan mozgás igényel, de nyilván teljesen máshogy vagyunk, és így lehet ezt a seamless érzés, ezt a dolgot bemutatni. Ugyanennek a folytatása a második rész, ahol rá szerettem volna zoomolni az iPad-re, ugyanis itt konkrétan úgy lehet csinálni kávét, hogy iPad-en benyomjuk, hogy mit szeretnénk, és ez az okos kávéfőző megcsinálja, viszont mivel kézből vettem fel ezt a felvételt, nem tudtam úgy ráfókuszálni, hogy az rendben legyen, úgyhogy itt első körben ezt az átmenetet én az M-Transition-nel oldottam meg, és az M-Transition-nek konkrétan a Custom Fade-in rengeteg mindent be lehet itt állítani, például az, hogy legyen egy fade, legyen blur, többféle blurt be lehet állítani, és ezt a bulge-ot, ami egy ilyen boom, ilyen pattanás, én azt nem szeretem, úgyhogy nem használtam, viszont a Prisma effekt nagyon jó, és így, amikor átmegyünk a következő klipre, akkor tényleg olyan érzés, mintha én tökéletesen toltam volna át. És ahogy ő emeli el a kezét, ugye bal kézzel van, és balról jobbra viszi át, a következő shotot is úgy vettem fel, hogy balról jobbra volt a slideren a kamera, és tudtam, hogy ezt fogom csinálni, hogyha megnézzük, akkor a kéz mozgásával, és a kéz volt a foreground, megyek át a következő klipre, ahol ugye láthatjuk ezt a balról jobbra menő irányt. Ez a balról jobbra menő irányba viszont fontos volt az, hogy látszódjon az asztal, ezért ilyen alulról vettem fel az egészet, mert az asztalnak az oldala pont olyan színű, mint amikor én a következő klipnek a szélébe megyek át, ahol egy tévé van, ez egy irodának a kávézója, és szerettük volna bemutatni, hogy mennyi mindenre lehet használni ezt a teret, és amikor bejártuk a helyszínt, nekem egyből feltűnt, hogy vannak azonos anyagok, ugyanolyan színű, ugyanolyan a textúrája, és ezeket szerettem volna kihasználni, ezért tudtam azt, hogy az asztalból én szeretnék átmenni a tévét körülvevő keretre, és hogyha megnézzük, akkor pont úgy megyünk át, hogy úgy néz ki, mintha abból a keretből jönnénk ki. Ehhez az M-Transition-nek egy ugyanúgy zoom pluginjét használtam, és már a tervezésnél is tudtam, hogy ezt a plugint fogom használni, ezért úgy volt az első felvétés és a második is, hogy kompatibilis legyen a pluginnel. Ez talán a legfontosabb információ a videóban, hogyha szeretnénk ilyen seamless transition-öket megcsinálni, akkor tudjuk előre azt, hogy miből mi következik, és még milyen pluginnel tudunk ezzel erre még jobban ráépülni, hogy tényleg olyan legyen, mintha az egész egy snit legyen. És itt visszaugornék amúgy a legelső transitionre, amikor az állványról a nem látható szereplőt használtuk egy ilyen foregroundként, hogy itt igazából, mivel teljesen elhomályosodik a kép, nagyon sok mindent csináltam meg, úgyhogy nézzük meg. Itt látható, hogy őt, hogyha most frame-ről frame-re megyünk, beraktuk, most egy kicsikét így hülyén jön ki, de
amúgy ez tökéletesen renderelődik le magába a klipbe, de látható, hogy ahogy ő jön be, folyamatosan fedi el az előtte lévő részeket, és azért kellett nekem ez a maszk, hogy amikor a következőbe átmegyek, akkor itt látható, hogy pont mikor a végére érünk, egy sötét kijelzőt kapunk, és abból megyünk át a következőre. De hogy kapjuk ezt a sötétséget? Hogyha megnézzük, itt vannak klippek a tetején. Mi ez a klipp a tetején? Ez a maszkolás, mert maga az átmenet, amit használtam, az egy Corner Wipe Right, és az a neve a pluginnek, hogy M Transition Shades, tehát teljesen elsötétíti valamilyen árnyéknak köszönhetően. Hogyha kiveszem ezt, akkor látható, hogy ahogy megyek, így van benne egy kicsi zoom, és hamarabb bejön ez a shade, és jön ki. Viszont én nem szerettem volna, hogy ez ilyen hamar sötétedjen pont így el, és ezért tettem rá még egy layert, hogy azok a részek, ahol még nincsen, tehát a képernyőnek a jobb oldala, az ne sötétedjen el olyan gyorsan. Itt már látható lesz, hogy a shade itt már rég bejött, bele is zoomolok egy kicsikét, sőt, igen, ez az, amikor már teljesen bent van a shade, de nekem még kellett egy-kettő frame, amiben még nem akartam, hogy az a shade látszódjon, csak az, hogy a bal oldala legyen már teljesen sötét. Tehát abban is gondolkozhatunk, hogy amikor használunk egy transition-t, utána még miket lehet megcsinálni, és ezt nagyon egyszerűen, hogyha Mac-et, Final Cut-ot használtok, de ez bármilyen editáló programmal lehetséges, akkor annyit csináltam, hogy Command-dal felhúztam az alatta lévő klippet, és azt maszkoltam ki, hogy annak csak a bal oldala látszódjon. Mutatok itt egy frame-et, tehát itt nagyon jól látszik, hogy a bal oldal az, de a jobb oldali még az alatta lévő van jelen, és ezért nem látszódik az, hogy mondjuk teljesen elhomályosodna a screen. Úgyhogy ez szerintem egy elég jó trükk, amit lehet alkalmazni. Na menjünk egy következő átmenetre. Ugye átértünk ugyanazzal a textúrával a következő klipre, és tudtam azt, hogy egy manuál fókusszal a kéz lesz éles. Néha meg tudjuk azt csinálni, hogy nem kell egy külön plugin vagy két klippet összevágnunk, hanem egy klippet egybe veszünk fel. Viszont ez nem biztos, hogy sikerül, főleg, hogyha egyedül vagyunk, ezért én mindig azt javaslom, hogy többféleképpen vegyük fel ugyanazt a klippet. Mindig inkább sokkal több klippünk legyen, mint kevés, hiszen így, hogyha valami nem jó, nem azt mondjuk, hogy úristen, nem tudtam azt felvenni, miért nincsen egy ilyen backup klippem, hanem hozzá tudunk nyúlni egy másikhoz. Szerencsére itt sikerült megcsinálnom, és látható, hogy itt blőrölöm is, mert ugyanazzal a felvétellel élesen tudtam hagyni, hogy ahogy a kézen voltam, ahogy átmegy, az ugyanaz a klip, ez nem egy másik klip, ahogy éppen már ketten látszódnak, látszik, hogy érintő kijelzős az a kijelző, és a két ember beszélget, mert valamit éppen a tévén egy tervről vannak. De ez nem két klip, hanem egybe van, és csak egy motion blurt használtam. A következő, hogy az az oldal, ahonnan ezt felvettem, amúgy egy szoba, és használtam a szobának a végét, ahol, ahogy látható is, fehér falak vannak, és a fehér fal volt az átmenet arra, hogy a következő klipre jussak. Hogyha ezt most lebontom egyenként, itt látható, hogy én a kamerát viszem el a fal mögé, és ahogy átmegyek, itt történt egy vágás, és érek a következő klipre, ami nyilván ez most itt elmosott, de látszódik, hogy ott van a tévé, és én most csak egy másik szögből vagyok, és használtam a tévé mellett lévő oszlopot arra, hogy ez legyen az átmenete a fehér fallal, és ahogy ez jön ki. Még egy trükk, mert hogyha nézzük az eredeti klipet, vagy ahova érünk, ott nyilván a teljes színtartományt használom, color grade-eltem. Ami azt jelenti, hogy itt be van állítva nekem az A7S3-nak, az S-Log3-ba, hogy hogy szeretném ezt megcsinálni. De nézzétek meg, hogy hogy változik az, ahogy ez van, igazából ki is szedtem, hogyha most én itt rámegyek, ez folyamatosan változik, hogy nagyon magasan van a fehér exposure, azért, mert itt ezt nem szerettem volna, hogy sötét legyen, és ahogy megyünk tovább lépésről lépésre, úgy megy lejjebb az exposure-nek a highlightja, és érünk el az eredeti színhez. Ez is egy nagyon különleges klip, ugyanis itt megint egy klippen belül nagyon nehéz volt felvenni az egészet, de tudtam, hogy vannak részek itt, ez lámpákról, fényekről szól, hogy miket szeretnék megmutatni, és ahogy az előbb, itt is csak motion blur-öket használtam.
Na, ugorjunk egy következő klipre. Itt amúgy az előző klipből megint egy foregroundként használtam az embernek a testét, akit ugye felvettem, és a fekete ruhával a feketességbe megy át, hiszen itt csak felmutat, itt pedig már egy tabletet tart. Viszont a tablet mozgásnak a végét szeretném megmutatni, hogy én tudtam azt, hogy ezt ha elfordítom, akkor csinálhatok egy ugyanilyen fordító képet. Itt már látszik, hogy ezen a snitten ugye változtatja a lámpának a valamilyen fényerejét, ugye megint visszatérünk arra, hogy mi a téma, fények, okos fények, és hogy itt megyünk tovább, látszik, hogy ugye megyünk el egy ilyen csúsztatásba, és a következőnek is, tehát látszik, hogy a mozgás az ugyanaz, és ezzel tudjuk megcsinálni az átmenetet, de hogy még jobb legyen, kettő dolgot megcsináltam, az egyik, hogy egy motion blurt alkalmaztam, a másik, hogyha rámegyek erre a klipre, megint látszik, hogy a sötét részeket elkezdtem világosítani, és ahogy a klipnek a végére érünk, vagy a fontos részére, ott pedig lejjebb húztam a sötétet, hiszen az előző klip, amiből jövünk, az sokkal világosabb, és ezért kellett nekem, hogy a sötéteket feljebb hozzam, hogy ez a klip is olyan világos legyen. Ha megnézzük, nagyjából egy picivel sötétebb, de ez még a motion blurnek köszönhetően teljesen belefér. És ugyanígy mentem tovább a következővel, használtam megint azt, hogy milyen irányba megyek, és hogy szeretném vinni egy másik lámpának a részletét, és ha nézzük ugye ezt a forgást, ugyanaz a forgás jön be. Na, itt viszont jön egy érdekesség, látod azt, hogy itt van egy plusz klip rajta, és egy motion blur is. Ez azért van, mert hogyha megnézzük, itt ahogy jön be már a kép jobb szélén, titokban látható az, hogy az nem az a klip, hanem a következő. Nézzük meg egybe, ahogy látjuk. Nem is vesszük észre, hogy mi történik, de ha egyesével megyek, ahogy a lámpának a szélére érünk, ott elkezdem behozni a következő klippet, és megint ugyanazzal a forgással, viszont most mutatom visszafele, és ráraktam egy motion blurt, ezért megint olyan, mintha a kettő egybe menne, és megint ugye ez balról jobbra megy, és ugyanazt a folyamatot, ugyanazt az irányt viszem végig. A következő ebbe, itt a lámpát nem csak részleteiben szerettem volna megmutatni, hanem teljes egészbe, úgyhogy itt egy sima zoom, az M-Transitionnek a Custom Zoom Transitionét használtam, ugyanúgy blur bekapcsolva, itt még a Bludge-ot is használtam, és a Prizmát is, és ezzel érünk el oda, hogy belemegyünk a fénybe. Most van egy nagyon jó dolog ebben a pluginba, hogyha megnézzük, akkor itt ez a kis kör, ez azt csinálja, hogy merre menjen a zoom, milyen iránya legyen a zoomnak, és ahogy megyünk tovább a klipbe, látszik, hogy nagyjából a fénynek a közepébe érünk, és ahogy kijövünk, hiába itt már úgy néz ki, mintha nem oda lenne zoomolva, de mégis pont olyan, hogy ebből a klipből, ahogy vagyunk, a fénybe zoomolódik bele, és a következő is megy és zoomol a klipbe, ahogy a következő motion blur is egy egyszerű zoom, ahogy megyünk és jutunk el egy vége klipre. Hogy összefoglaljam az egészet, mik a legfontosabb tanulságok és mire érdemes odafigyelned, amikor egy ilyen creamy, b-rollos transitionöket szeretnél csinálni? A legfontosabb az az, hogy tervez, tudd előre, hogy miből, hova mész, milyenek a fények, milyen színek vannak, milyen irányba fogsz menni, használsz-e valamilyen előrészt, ugye foregroundot, vagy valamit akár utólag be fogsz tenni, ami elhomályosítja, mint például az M-Transitionnek a Shade pluginje, ami így rá fog menni, és hogyha ezeket mind kitervezed előre és úgy veszed fel, sokkal egyszerűbb lesz az életed, amikor editálsz, és maga a végeredmény is ez a creamy b-roll lesz, mint hogyha az egész egy felvétel lenne. Te szoktál ilyet alkalmazni? Vagy fogsz, hogyha miután ezt a videót megnézted? Hogyha igen, és úgy érzed, hogy értéket adott, és nem vagy még feliratkozva, akkor mindenféleképpen nyomj rá, kérlek, a csengőre, és a feliratkozás gombra, és addig azt hiszem a csengőt nem is lehet benyomni, mert kétféle tartalommal jövök mostanában ezen a csatornán. Az egyik, ilyen tutoriálok, vagy amilyen eszközöket használok, azoknak a bemutatása, a tippek, trükkök, sőt, a másik formátum az, hogy elviszlek magammal konkrét forgatásra téged, titeket, mint ahogy most ebbe egy ilyen kis sneak peeket, egy betekintést engedtem, ami még ugye nem egy publikált projekt, erről is fog készülni ugye nyilván a teljes
teljes végleges anyag és egy vlog is, hogy mit, hogy vettem fel. Úgyhogy ha az ilyenek érdekelnek, akkor nyomd rá a feliratkozás gombra. Minden pluginről, amiről szó volt a Motion VFX-nek, az M-Transition-ökről, a like gomb alatt, amit ugyanúgy nyom be a leírásba, ott van minden. Hogyha érdekel, nézd meg, én ajánlom Final Cut-nál. Viszont, hogyha Premiere-t használsz, DaVinci-t, amúgy a Motion VFX-nek már elég sok DaVinci-s pluginje is van, Premiere-re meg ugyanúgy meg lehet találni azokat a plugineket, mert a plugin az egy extra segítség. Fontos, hogy ne használjuk ezeket túl, ne minden egy ilyen zoom in, zoom out dolog legyen, hanem tervezzük meg azt az élményt, azt a sztorit, amit el szeretnénk mondani, és minden átmenet igazából ezt a sztorit kell, hogy segítse. Nem az a lényeg, hogy ott milyen effekt van, hanem az, hogy támogatja ez azt, amilyen üzenetet át szeretnénk adni. Ez a videó ennyi volt, remélem, hogy találkozunk a következőbe. Köszi, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!